Ez egy történelmi pillanata Kisgazda mozgalom életébe. Engedjék meg, hogy bemutassam Lengyel Zoltán urat, a Független Kisgazda Nemzeti Egységpárt országgyűlési képviselőjét. Szeptember 11-e emlékére és az ártatlan áldozatok emléke előtt kérem, hogy egy perces néma felállásra tisztelegjük. Köszönöm szépen. Most pedig történelmi pillanatok tanúi lesznek önök. Fel szeretném kérni Lengyel Zoltán urat, Független Kisgazda Nemzeti Egységpárt országgyűlési képviselőjét, hogy tájékoztatja a sajtó munkatársait és a jelenlévő érdeklődőket. Egy év hallgatás után úgy döntöttem, hogy elég volt, és kiterítem a lapjaimat. Én az elmúlt egy esztendőben független képviselőként nem kaphattam a házszabály szerint annyi megszólalási lehetőséget, mint a korábbi időszakban, és úgy éreztem, hogy amire szerződtem, azt a feladatot nem tudom teljesíteni, nem tudom véghez vinni. Nem könnyű esztendő van mögöttem, ezért szeretnék köszönetet mondani a közvetlen hozzátartozóimnak, akik támogattak ebbe az ügybe, a barátaimnak, volt gimnáziumi tanáraimnak, akik még tegnap este is aggódva hívtak föl, hogy mi történik a mai nap, és végül, de nem utolsó sorba 70 év feletti szüleimnek, akik a mai napig mellettem állnak. Én vidéki képviselőként kerültem be 6 évvel ezelőtt a parlamentbe, és a magyar vidék képviseletét szerettem volna felvállalni. Azt kellett viszont tapasztalnom az elmúlt időszakban, hogy mind a Magyar Köztársaság Országgyűlésében, mind pedig az Európai Parlamentben a vidék képviselete albérletbe lett kiadva, és nagyon sok vidéki ember érzi úgy, hogy az Európai Uniós csatlakozással és az elmúlt évek politikájával ők hátrányba kerültek. Jó magam is vidéken élek, egy kis településen, ahol az emberek rettenetesen szegények, ahol az embereknek rettenetesen nehéz munkahelyet találni, onnan a fiatalok legszívesebben elmenekülnének, és ma már nem is nagyvárosokba, hanem elsősorban külföldre. Én úgy gondolom, és szent meggyőződésem, hogy ma Magyarországon van még egy olyan réteg, aki képes talpra állítani a magyar vidéket. A magyar vidékben benne van a természetes életösztön, a magyar vidéki vállalkozók, legyen bármekkora méretű gazdaságuk, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a földjük megmaradhasson, hogy azon és a szülőfalujukban meg tudjanak élni. Nos, az EU csatlakozás veszteseit szeretném az elkövetkezendő időben független képviselőként, de a független kisgazda nemzeti egységpárt színeiben képviselni. Biztos elhangzana a kérdés, amit többen megpróbáltak már az elmúlt napokban föltenni nekem, hogy az elkövetkezendő napokban, elkövetkezendő hetekben miként fogok szavazni. Hétfői napon elkezdődik a parlament őszi ülésszaka. Elkezdődik egy parlamenti vita. A parlamenti vita során ki fognak alakulni álláspontok. Ezt az álláspontot természetszerűleg az engem befogadó kisgazdapárt vezetőivel, tagságával megvitatjuk, és a szavazásaim során az ő véleményükkel egyezőleg fogom megnyomni a gombot. Én úgy gondolom, hogy egy év türelmi idő, egy év várakozás után egy nagyon megtisztelő lehetőséget kaptam a Független Kisgazda Nemzeti Egységpártól. Minden ellenkező híreszteléssel szemben a rendszerváltást követő első szabad választásokon nem szocialista jelöltként, hanem akkor még Független Kisgazda párti jelöltként indultam Sáregresen települési képviselőnek, és Független Kisgazda párti jelöltként kaptam akkor azon a választáson a legtöbb szavazatot, és lettem tagja első alkalommal a Sáregresi szabadon választott önkormányzatnak. Én úgy gondolom, hogy ma nem azt kell keresni, ami elválaszt minket, hanem azt kell keresni, ami összeköt. Azt kell keresni, ami a magyar vidéknek előnyére válhat, ami a magyar vidéket
felemelheti. Mindenféleképpen kísérletet teszünk arra, hogy a magyar vidéknek, a magyar parasztságnak, a magyar agrárvállalkozóknak legyen direkt képviselete az Európai Unióba, és ne közvetett módon a fővérlőn keresztül kelljen üzelgetni a magyar vidék problémáit az illetékes bizottságnak. Én úgy gondolom, hogy visszataláltam a gyökerekhez. Én remélem, hogy szövetségeseket találtam a Független Képviselők a Nemzeti Egységpártban, és remélem, hogy eredményesen fogunk tudni dolgozni az elkövetkezendő időszakban. Én kívánok most már, mint a Kisgazdapárt újdonsült tagja, minden tagtársamnak, az elnökségnek hitet, reményt és szeretetet ahhoz a felelősségteljes munkához, amivel a magyar vidéket az elkövetkezendő időszakban képviselni szeretnénk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallottam. A Kisgazdapárt országos elnökségének nevében egy kialakult polémiával kapcsolatban úgy érezzük, hogy mindenféleképpen meg kell, hogy szólaljunk, és egy sajtóhoz közleményt tudassunk önökkel. Természetesen a közlemény után kérdéseiket feltehetik akár képviselő úrnak, akár nekem, vagy bármilyen kérdést, amire tudunk, megpróbálunk válaszolni. Válasz László, Reális Zöld Valóságtól. Kívánja a párt egy markáns vidékpolitikát kialakítani, amely eltér a mostani SZDSZ vezérelt és az Orbán-féle vidékpolitikától is? Nagyon gyorsan válaszolnék is erre a kérdésre. Én agrárpolitikával foglalkoztam hosszú időn keresztül a Magyar Országgyűlésben, és úgy érzem, hogy bizonyos mértékig jelenleg vakvágányon van az agrárpolitika. Vannak olyan dolgok, amiket mindenféleképpen helyre kell tenni, ami egyrészt összefügg a Magyarország energiatermelésével és energiafüggőségével, másrészt összefügg alapvető környezetvédelmi és életminőség javítási tényezőkkel. Nekünk nagyon meg kellett szenvedni az elmúlt 50 esztendő agrárpolitikáját. Nekünk ki kell állni nagyon markánsan azok mellett, az özvegyek mellett, akik annak idején munkaegységbe dolgoztak a termelőszövetkezetekbe, és ma minimálnyugdíjat kapnak. A férjük pedig azért halt meg 40-50 éves korában, mert fülke nélküli traktorba vegyszerezett olyan vegyszerrel, aminek a hatását senki, de senki az ég egyet a világon nem tudta. Ez egy nagyon nagy felelősség. Szent meggyőződésem, hogy komplexen kell kezelni a kérdést. Komplexen kell kezelni a kérdést egy nagyon markáns vidékpolitikával, oly módon, hogy meg tudjuk védeni az élet viszontagságaitól azokat az embereket, akiknek el kellett szenvedni a több évtizedes rossz vidékpolitikát. És végül, de nem utolsó sorban, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a magyar föld, az a magyar termelők kezébe maradhasson, és lehet, hogy eretnekség, amit mondok. Én azt se bánom, hogyha nem 5-10 hektáros birtokról van szó, hanem nagyobbról, mert bizonyos kultúrákat csak abban lehet megtermelni, de a magyar vidéken az emberek meg tudjanak élni. Én csak annyival szeretném kiegészíteni, köszönjük a kérdését. Nem nehéz ezekkel a tényezőkkel szemben megfelelő agrár- és vidékpolitikát kialakítani, hiszen láthatjuk azt az élettapasztalatunkból is, hogy sem a jelenlegi kormánynak, sem az ellenzéknek agrárpolitikája, mezőgazdasági politikája nincs, még csak nem is beszélnek róla. Úgyhogy mi nekünk meg az az elképzelésünk, hogy a Független Kisgazda Nemzeti Egységpártnak mindenkor a magyar agrárium bázisán épülő konzervatív értékek, a sérthetetlen magántulajdon alapján a népi kultúrához, a nemzeti függetlenséghez ragaszkodó intelligens középrétegek gyűjtőpártjának kell lennie, ahol a magyar mikro, kis és középvállalkozók, a munkásság, a nyugdíjasok és az értelmiség érdekeinek képviseletét is fel kell vállalnunk. Köszönöm szépen. Nincs több kérdés. Köszönjük szépen a megjelenést, a sajtótájékoztató terekeztet. Köszönjük szépen, viszontlátásra.